Péter Heller Ákos. Ma azok a gyerekek lépnek fel, akik a múlt héten szépen számoltak és olvastak. Most következik Völgyesi Ágnes. Színegek! Mi? Kispesten a Hungária úti iskolában működik az első osztályosok tévéje. A tanítónéni ezzel is jó tanulásra serkenti, önállóságra és szép beszédre neveli kis tanítványait. 13 kg almához mennyit kell adni, hogy 20 kg alma legyen? 7 kg almát kell adni hozzá. Majd vendégünk az igazgató helyettes bácsi. Tessék! A gyerekek javaslatára rendszeres műsorszám ez is. Kedves gyerekek, tegnap este érkeztem meg Csehszlovákiát. Az adásból nem maradhat el a... Gyerekek, eljöttem hozzátok, mert hallottam, hogy milyen ügyesen olvastatok és számoltatok. Ezzel mai adásunk véget... Természetesen a befejezés is olyan, mint az igazi tévében. Vezető operatőr Fornis György, a vízsítő oltja el a lámpát. Keressük azokat, akik 1964-ben a kispesti Hungária úti általános iskola első osztályos tanulói voltak, és ezeken a képeken felismerik magukat. Heller Ákost, Fóris Györgyöt, Völgyesi Ágnest, tanítónőjüket, és az iskola igazgató helyettesét. Nem tudom, tulajdonképpen megkérdezik, nem. Kérdezz, mondd meg neki, hogy el, hogy a megkérdezik. Elmondta, elmondta? Mondta. Gyere! Gépek, kosarak helyén, de én most már elégyek ennek.
De csinált velem, Zoli. Kárére. Ez a tiető? Hey, ho!
nagyon sokat dolgoztatok. És ezzel kezd. Már én hangot adtam. Thank you.
Kezdhetjük? Hábi. Ne csináljuk. Valahogy csináljuk. Jó. Lelkes egy csuklóba gurulva, onnan a volt. De ha egy búcsú, akkor egészen le legyünk halka. Nem teljesen halka kell, hogy gumi gurulva, álmari kocsú, magyarán szóval szedni. Indulhat! Raj! Mindenki rám néz? Kivéve ő, nagyon kedves. Látjuk. Hey, a leánykát, osztászol itt a szája, hey, hoj, osztászol itt a szája, hey, hoj, osztászol itt a szája, 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 ha legyen, de 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 foglalkozásokat,
amiket a gyerekekkel is meg lehet tartani, gyerkőntés, gipsz, nyomat készítés, stb. Problémát jelent számomra a munkaközösségvezető passzivitása, amit a továbbképzéseken tanúsítanak. Sokszor az az érzésem, hogy az igazgatók nincsenek tisztában a munkaközösségek és a munkaközösség vezetők szerepével. Nem tudom elképzelni, hogy alkotta munka folyik az olyan munkaközösségben, melynek vezetőinek nincs véleményük. Szeretném, ha a munkaközösség vezetők munkáját segítő kártása pedagógusok alkalmából anyag és erkölcsi elismerésben részesítenék az igazgató kártása. Oroszlány, Zamárdi, Hungária. A jövő évi programjavaslat. A kábítószer hatása az ifjúsági bűnözés alakulására szeptember előadatoktól hozva pár a DM. 2. A családjogi törvény. 3. Tapasztalat cserek olyan nevelőkben, ahol a családi nevelésnek hagyományai vannak. Terápikus játék szerepel. Nagyon jó. Jó? Jó. Megírta. Szép azon gondolkodom, hogy valami. Na hát, most már olyan szép. Én egyet. Barátság Rajt 23 főben a zászlóvonások felsorakozott. Úttör otthon társtitkár Pajtás Szekeres Krisztus rajtitkár rendben, a Lenin Rajt 19 fővel a zászlóvonásra felsorakozott. Úttör otthon társtitkár Pajtás Borges Erika rajtitkár rendben, az olimpia Rajt 21 fővel a zászlóvonásra felsorakozott. Jelentés, köszönöm, vigyázz, pihent! Értettem! Rajtjász! Héten elég sok baleset történt. Jó lenne, hogyha egy kicsit figyelmesebbek lennétek egymással szembe, hogy az év hátralévő részét még valami komoly dolog nélkül megússzuk. Egy kicsit több figyelmet a többiek irányában. A József Attila vetélkedőn lévőknek gratulálunk a negyedik helyezéshez. Erzsi néni, írjátok be nekik, legyetek szívesek a dicséretet, és a Feri bácsi aláír, és lefetség helyük, majd azoknak, akik részt vettek. Atlétika versenyre megy valaki? Nem a futásra, hanem Edith néni nem. Hát azt mondta Edith néni, hogy csak kevesen, hogy nem lesz atlétika. Hát lesz atlétika versenynek, mert ki nem mentek. Tehát nem ment senki se, tőlünk erről nem. Micsoda? Már volt arról az párgyat. Hát akkor majd Edith nénivel úgyis jön, majd akkor meg kell beszélni. Kelljen menni az év hátralévő részébe. Nagyon kiáll az ötödikből még két embernek a rúdja. Úgyhogy legyen olyan szíves, és úgy viselkedjen, hogy nehogy végül ő is másút fejezze be az évet. De a többi osztályra ugyancsak. Kérlek szépen, a jövő hét a felfordított hét lesz. Jövő héten, szerdán, pénteki órarend szerint dolgozunk, tehát most B hét van, akkor a következő hét A hét lesz. Tehát a szerdai
pénteki munkarendszerint mentek haza, és pénteki, a hét pénteki órarend szerint dolgozunk. Azért mondom, hogy nehogy probléma legyen, hogy milyen óra a következő, és milyen óra lesz. Azon a héten ugye szerda, akkor csütörtök, péntek, és a vasárnaptól csak orvosi igazolást fogadunk el. Mert már többen is kifejtették, hogy ők nem jönnek be, mert anyák napja. Hát nagyon kedvesen fogod anyukádat ünnepelni, ha csinálod a cirkuszt, hogy nem jött be, mert őnek is munkaideje van, ő is dolgozik. Tehát akkor hiányzik az orvosi igazolást. Nincs itt a hely. Annak ellenére, hogy felszentelni. De Anikó, itt vagy gyerek? Mit mondod? Azt mondja, hogy nincsen kész, meg az urat, szóval nincsen kész. Menj fel és mondd a helyének, hogy addig nem megy innen esetleg, amikor elemjön. A háromra vagy. Nem érdekel. Tessék fölvenni! Tessék fölvenni! Kicsi néni rövid, nem volt felvétel. És én hozta is ide fölnekem a térna tűnt a Kulcsán Zsuzsát. Kire szépen! Kulcsán lábú! Most jöjjön. Azért a kocsán nem maradhatok. Valami forog. Én vagyok az. Na csak figyeld, figyeld! Ez bemegy a tévébe. Edika, tedd fel a fotyját. Ez bemegy a tévébe. Bizony, bizony. Hát lehet a tévébe lejátszani. Jó, menjek be a tévébe. Jó, akkor engem minden. Most nem tud belemenni a tévébe. Most nem. Kölcsönző jövök, azért most megragadjuk az alkalmat, és
minden osztályra készítünk ilyen kis filmet. Igen, na álljon fel egy mikrofonnál. Igen, avonyi úgy van, ne üljünk olyan mereven. Igen, Tojka is ott meg jelentkezik is. Jaj. Úgy van, na a filmen legalább van valami. Üljetek le. Köszönjük szépen. Onnan néz a szája is tárgyal. Egymástól távol álló tárgyat hajt meg. Így van. És a szíjhajtásnál is a
és a lánchajtásnál külön-külön mondd el, hogy mi biztosítja a forgómozgást. A lánchajtásnál a láncszemek a lánccal végzik a munkát, igen. A szíjhajtásnál a szíj, hogy a szíj rá legyen rendesen rakva, kifeszítve. Így van, mert hogyha különben a szíj nem feszül akkor, rá a kerekekre. Ha tekernék, akkor... Ha túl laza lenne, akkor leugrana a szíj. Így van. Akkor magaskerék hajtásnál az órákat hajtja, mert két lapos lemez. Thank you.
megy a hangbe. Na még egyszer, igen. Ja, most valami más. Hely a lehet. Meg, így mezőben, ugye? Most.
Jaj, Zolikám, én nekem már rossz hangod is van? Igen. Akkor nem beszélnek. És hát mire lesz ez az emlékműsor? Hát nem, külön, csak úgy. Van rossz a fénykép arcon, ha már úgy sem nézek ki jobban, de ó, még el is pirulok, Zoli. Színes? Annál jobb lesz. Ilyen, hogy szokták mondani? Remélem. Ja, van. Nem lenne jó színésznő belőle. Hajzsa. Na most én az egyszerűen vagyok. Te miért bújsz? Gyere csak elő. Mi mondj, Zolika, elég már. Én már voltam. Aj, most szenvedjél, te! Tessék? Igen? Meg, persze. Megvan ez a új? Ne, ez még mindig kölcsönös. Kölcsönös? Ezen a szerstőre? Majd, jó? Ne bújj el, papa, ne bújj el. Hogy én azt mondja, hogy meg se szól a... Jó, már gyere maga. Ugyanazt csinálja, mint múltkor. Ezen már egy jobb, hogy ezen a felvétel. Megkeverem az írmát. Köszönöm.
krém. Hát fölveszem az iskolát. És pont engem kell? Várj, még az Édikó visszajön. Ő helyettesít engem. Várj, majd a Tuma. Ő miatt tudok itt lenni most. Mert ő van benne helyettem. Pulóverokat neved, mert akkor rájönnek, hogy kereskedünk. De hang is van rajta. Igen? Már rájöttek. Engemet is belevegyél, pont kávéfőzés vagy ivás közben.
nem volt olyan nagy a tudásom óvodás koromban, hát nekem kisegítőbe kellett volna járnom, és akkor anyukám a Zajáró szállodába dolgozott. Ott egy bácsinak ide járt a fia, és az ajánlotta ezt az iskolát. A szüleim elváltak, és apukámnak sokat kell dolgoznia. Egyszer megbuktam, és szóval, hogy akkor anyukám nem tudott velünk foglalkozni, és akkor azt mondta, hogy talán itt jobb lesz. Apukám, hát munkát keresett, mert őt lenyugdíjazták, és de még tudott munkát szerezni, és munkába járt, anyukám meg beteges volt, kórházban volt, és nem tudtak velem foglalkozni. Testvéred van? Persze, most jelenleg beleélek, mert apukám most kórházba került. Anyukám meg meghalt, most vele élek. 7 éve járok már ide. Elsőben én rendes iskolába jártam, szóval bejárós voltam ugyanúgy, de végül is azért kellett ide átjönnöm, ugyanis elsőben nagyon rosszul tanultam, és azért, mert szüleim nem tudtak velem foglalkozni, ugyanis nem hallanak, és így beirattak ide, és azóta ide járok. Szeretsz ide járni? Igen, nagyon. Rengeteg barátom van, rengetegen ismernek, és kellemes ez a környezet, mert megszoktam. Sok mindenben jobb a tanárokkal is, jobb viszont tud az ember így kialakítani, mint hogyha kint is lenne. Jó ide járni, de hát otthon jobb lenne. ...1959-ben nyílt meg bentlakásos intézményként, 2 hónap alatt az iskolát átalakították bentlakásos iskolával, akkor 7-es napköziként működött. A kispesti önkormányzat a tanáshoz tartozott, ő tartotta fönn 15 évig. 15 év után a főváros átvette és központi intézményt lettünk. A felvehető gyerekek száma 120, őket látjuk el, oktatással iskolába járnak itt nálunk, délutáni foglalkozásokban vesznek részt, itt alszanak, itt töltik az egész napjukat. Hétfő reggel jönnek be, és pénteken délután mennek haza. Kezdetben csak kispestiek és kispesten dolgozók gyerekei voltak itt, most már az egész fővárosból minden kerületben vannak itt, sőt a főváros vonzás körzetéből is vannak gyerekek. Különleges intézmény, a fővárosnak összesen 5 ilyen bentlakásos 7-es otthona van, ebből egy vidéken működik, Bicskén, egy óvodás otthon van, és 3 általános iskolás otthon, de a fővárosban csak mi vagyunk azok, akik iskolával is rendelkezünk. A 2 másik fővárosban működő 7-es otthon általános iskolaskodók részére nem rendelkezik iskolával, a gyerekek kijárnak a körzeti iskolájukba. Az alapító okiratunkat úgy fogalmazták meg, hogy 6-tól 18 éves korúak lehetnek az intézménybe. Ezek a középiskolás gyerekek részben mi növendékeink voltak, részben később 8. után kerültek ide hozzánk, többségük itt volt általános iskolás is. Ők kijárnak különböző iskolába, gimnáziumba, szakközépiskolába, szakmunkás középiskolába, ki hol találta meg a helyét és a pályaválasztás szerint hova kerül be iskolázásra. Ők itt vannak az iskola idő után, hazajönnek, itt töltik ugyanúgy a napjaikat, mint a többi gyerek. A szülők, ha nem tudnak a gyereknek a hétközi dolgaival megbirkózni, problémáik vannak, vagy egyedülálló szülők, vagy egyedülálló anya, vagy egyedülálló apa egy kis 6 éves gyerekkel mit tud csinálni? Két segítséget is mi segítünk. Van, ahol nincsen szülői háttér, se gondviselő van. A gondviselő nagyobb részt a nagymama vagy a nagyapa, aki egyedül van, de sok esetben előfordul, hogy a nagyobb testvére gondviselő is ő kéri, hogy segítsünk neki. Itt nálunk kisebb csoportokban elmélyültebben tudunk velük foglalkozni, több idő jut a pedagógusnak egy-egy gyerekkel egyénileg is foglalkozni, van pszichológusunk, van családgondozónk, aki tud segíteni a családnak is, meg a gyereknek is. Volt olyan eset is, ahol, amikor kértük a gyermeknek az állami gondozásbevételét, és állami gondozottként más intézménybe került, vagy
valamilyen módon meg tudtuk beszélni, hogy ide visszajárjon legalább iskolába, mert nem akarta a gyerek se itteni kapcsolatokat felszámolni, illetve megszüntetni, és mi sem akartuk a gyereket elveszíteni egészen. Annyi visszajáró gyerekünk van, hogy egyszerűen nem tudjuk, hol foglalkoztatni őket, sőt, meg kell, hogy tiltsuk, hogy csak a hét napjai ne jöjjenek be, mert zavarják az itteni munkát, és a hét egy napján csütörtökönként jöhetnek be, és akkor egész nagy csindadratta van a régi növendékek, az új növendékek, meg a régi testvér kapcsolatok is ilyenkor még találkoznak. Aztán mondtad azt, hogy hát teherautó vezető szeretnék lenni, és bukott fogom. Büszke vagyok arra, hogy egy iskola épületet, amennyire lehetett 35 éven keresztül valamilyen otthonosabbá tudtuk tenni, és a gyerekek igazán szívesen vannak itt, és szeretnek itt lenni. Ha valaki megszokta itt egy-két hónap után az itt életet, nem is akar hazamenni. Van olyan gyerek is, aki még a hétvégét is szívesebben itt tölteni, és nem menne haza. Arra is büszke vagyok, hogy a tetőterünket sikerült beépíteni, ezzel sokkal kényelmesebbé, otthonosabbá tudjuk tenni az intézményünket. Még arra is büszke lehetek még talán, hogy sikerült megkezdeni a tornateremnek az építésének az előkészületét, és úgy néz ki, hogy az is meg fog épülni. Most megérkeztetek a rossz oltárához. Megtapasztalhatjátok mindazt, ami rossz, csúnya és bűnös, és elutasíthatjátok magatoktól, hogy a jó oltárához érve megtisztuljatok a rossztól, és átessetek minden rosszon, minden kellemetlen élményen, ami az erdőben érhet titeket. Akkor nézzük, hogy miről is van szó. Cigi! Fia! Ja, technózene! Ez a három úgy kellene! Ja. Menjünk kirándulni! Cigi, gyertek, gyújtsatok rá! Fia! Virág! Nem kell, nem kell, nem kell! A drámapedagógia az nem más, mint nevelés, a dráma sajátos eszköz és módszertanával. Ez azt jelenti, hogy a drámában ugye nem csak ismereteket szerzünk, hanem átéljük és megtapasztaljuk azokat a dolgokat, amiket különben az életben, éles helyzetben már a saját bőrünk kockázatára tudnánk csak megtenni. A környezeti neveléshez igazán illik ez, hiszen a környezetünkkel nem nagyon játszadozhatunk, nem történhet meg az, hogy kipróbálok valamit, és aztán vagy jól sül el, vagy nem. A környezeti nevelésben pontosan a játékos és a szituatíva, mintha helyzetek azok, amik lehetővé teszik, hogy az átélés és a tapasztalás a gyakorlatban már úgy tudjon érvényesülni, ami ezeknek a hasznosításával történik. A nagyobbaknál például egy misztérium keretében, például az erdő vagy a hegy szellemének a megjelenítésével lehet olyan különleges, varázslatos dolgokat megsejtetni, ami nem csupán az ismeret, hanem az átlényegülés, a természettel való azonosulás és a természeti népekhez való kötődés egy ilyen archetipikus vonása tud felhőre bukkanni. Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet. Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon. Én vagyok tornácod barátságot fedele, melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől.
és gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerend, amely házadat tartja, asztalod lapja, az ágy, amelyben fekszel, a deszka, amelyből csónakodat építed. Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsót fedele. Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd a kérésem, ne bánts! Szerencsére az eszközigénye igen kevés, mondhatni minimális, leszűkíthető csak az éppen rendelkezésre álló eszközökre. Ez a drámatanár találékonyságán múlik. Valójában itt az ember és ember közötti kapcsolata a lényeg, az élmény, a találkozás és az együttlét. Ehhez pedig nagyon sok külsődleges eszközre nincs szükség. Keresetek olyan helyeket itt a környéken, táboron belül, vagy kicsit a ház körül, amiket meg kell mutatni másnak, mert olyan szép. Jó? És akkor ne csak egy ilyen állókép legyen, mint a fénykép, hanem úgy, mint a filmen, egy snitt legyen. Jó? Tehát egy indul valahonnan, és akkor azt mondod, hogy ez így, nagyon szép. És akkor így tudsz közelíteni, meg távolítani is. A kezek között nézett Ádám. Úgy. A kezek, ahogy ottad. Ez jó van. Hogy építhető be ez mégis a tantervbe? Jók a témahetek e célra, vagy bármikor spontán előjöhet a tanár egy ilyen ötlettel, amikor látja, hogy az osztálya nagyon fáradt, viszont az anyaggal tovább kell menni? Igen, természetesen, hát ez a drámapedagógia szakterületéhez kapcsolódik egy kicsit, az úgynevezett A-típusú drámajátékokat, amik rövid, kerek, lezárt helyzetjátékok, vagy egy adott szituáció gyors megjelenítése, ezek eljátszhatók röviden, tömören, abban a pillanatban, amikor úgy érzi, hogy fel kell dobni az órát. És hát, hogyha még természetesen erre olyan lehetőség adódik, hogy egy hetet komponáljon az ember köré, az természetesen az igazi, az a csúcsa mondhatni az egésznek, amikor egy vagy két hetet úgy tud megkomponálni a drámatanár, hogy az elejétől végig egy rendszeres játéksorozat, hiszen a drámapedagógiának a lényege, hogy nem csupán önmagáért játsszuk a játékot, hanem a játékokat egy bizonyos cél érdekében sorakoztatjuk egymás után. Nem öncélúan történnek a játékok csak a játék öröméért, ez nagyon fontos eleme, de az egész attól lesz drámapedagógiai, hogy a láncolat, a rendszer megvan benne. Tehát az érzékelő játékoktól eljutunk a memória, a fantázia, újrateremtés játékain keresztül az alkotás, az önálló megjelenítés és kifejezésig. Pontosan azért, mert nem a megismerésre helyezi a hangsúlyt, hanem az emócióra, az átélésre, a megélésre és a közvetlen tapasztalásra. Ezért szerintem sokkal hatékonyabb, mint a sima ismeretközlés, mérés, számolás és szomorkodás az adatok fölött. Ez jellemzi általában sok helyütt a környezeti neveléssel foglalkozó részt, hiszen valóban ezek ott vannak az életünkben. Tényleg lehet mérni, tényleg lehet számolni, és tényleg lehet szomorkodni a dolgok fölött, de ez nem hiszem, hogy olyan erőt és olyan emóciót tud adni a gyerekeknek, hogy eztán a környezethez pozitívan álljanak és pozitívan viszonyuljanak hozzá. Sokkal aktívabbá teszi az őket, hogyha egy pozitív érzelmen keresztül jutnak el a tapasztalásokon keresztül a környezettel való helyes együttéléshez. Szóval az előbb Pap Zoltán azt mondta, hogy nagyon hasznos, de én tanúsíthatom, hogy nem csak hasznos, hanem a gyerekek nagyon élvezik ezt a fajta drámapedagógiai